Valamennyi Magyarországon érvényes törvénnyel, kormányhatározattal és jogszabállyal összhangban van az idei bonyhádi költségvetés, hangsúlyozta Filóni Ferenc Ibolya polgármester. Olyan előterjesztés került a képviselők elé, mely alapvetően a biztonságos működést szavatolja minden az önkormányzathoz kötődő intézmény számára. Mind az intézmények, az önkormányzati fenntartású intézmények, maga az önkormányzat és a hivatal működését is biztosítja olyan forrással, amely ugyan takarékos gazdálkodást követel meg a jövőben is, de mégis lehetővé teszi, hogy biztonsággal és egyensúlyban tudjanak működni az év során ezek az intézmények, maga a hivatal és az önkormányzat is. Nagyon fontos azt is elmondani a számokon túl, bár azok is fontosak, 5,6 milliárdos nagyságrendileg kerekítve az idei költségvetési főösszegünk, hogy ennek az összegnek a több mint 58%-a az idei évben is fejlesztésre tud fordítódni, és ez még 22,5%-kal több, mint az elmúlt évben, holott 2019-ben is nagyon örültünk annak, hogy nagyon sok külső forrással, kormányzati támogatással és pályázatoknak az elnyerésével a saját bevételeinket ilyen mértékben, ilyen nagyságrenddel tudtuk növelni. Ami még szintén fontos és örvendetes, hogy ebből a több mint 3 milliárdos fejlesztési forrásból 362 millió forint a város saját bevétele. Ez is közel 28%-os emelkedést jelent az elmúlt évhez képest. Ez pedig azt jelenti, hogy növekszik a város adóbevétele, ami a feladatok ellátását és a közérzetjavító intézkedések megtételéhez is megteremti a pénzügyi alapot. Egyrészt azért is örülünk, mert több okból tevődik ez össze, vagy áll ez elő. Egyrészt az itt működő vállalkozások jobban működnek, magasabb iparűzési adóbevétele volt a városnak, mint az elmúlt években. Másrészt pedig, hát, mint az előbb említettem, azért egy nagyon következetes és takarékos gazdálkodást várunk el mindenkitől, így az önkormányzat is saját magától, meg a hivatali rendszerétől is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ebben az évben a tervezés ugyanolyan metodikával épült, mint az elmúlt időszakban. Mindig a legapróbb elemektől kezdjük el felépíteni a költségvetést az intézmények vezetőinek bevonásával, tekintettel az elmúlt évre, azoknak a rezsiköltségére és minden olyan tényezőre, ami befolyásolja azt, hogy mekkora forrás szükséges ezeknek az intézményeknek a fenntartásához. Ezért bízom abban, hogy megalapozott és jól átgondolt, jól tervezett költségvetési rendeletet nyújtottunk be. A rendelettervezet számos egyeztetésen esett át, így az intézmények vezetője, a kisebbségi önkormányzatok és az érdekegyeztető tanács tagjai is bepillantást kaptak a koncepció tervezetébe. Filóni Ferenc Ibolya azt mondta, annak ellenére, hogy részletesen kimunkált anyaggal van szó, a leírt számok nincsenek kőbevésve. Természetesen ez nem jelenti egyben azt, hogy ne kerülne sor, mint ahogy mindig ennek majd a későbbiekben a módosítására, hiszen ezek tervek, de valamihez tartani kell magunkat, és bízunk benne, hogy nagyságrendekkel ez a jövőben sem fog változni. Arról, hogy lehetnek-e pluszbevételi forrásai a városnak, egyelőre nincsenek értesülések, hiszen a pályázati lehetőségek még ismeretlenek. Mindezek nélkül is olyan év elé néz a Völcsék fővárosa, mely biztosítja az intézményei nyugodt működését és a fejlesztési tervekben foglaltakat egyaránt.